folyóirat fő célkitűzése, hogy hidat képezzen a vezetésszervezés elméleti és gyakorlati alkalmazásai között, valamint hogy a kar és az egyetem hírnevét építse. A sajtótájékoztatón először dr. Török Ádám, a közgazdaságtan tanszék oktatója beszélt. Elmondta, hogy ez a folyóirat nemzetközi jelentőségű, ezért szigorú szabályoknak kell megfelelnie. Az első szám decemberben jelent meg, melyet nagyon érdekesnek talált. Dr. Vastag Gyula, a lap főszerkesztője a címlapról és a hátlapról beszélt. A közötte elhelyezkedő tartalom felfedezése már az olvasó feladata. Először röviden bemutatta a már létező nemzetközi lapokat ebben a témában, és rámutatott arra, hogy a legszembetűnőbb különbség a címlap. A Pannon Management Review-t Debreceni Zoltán veszprémi festőművész képei díszítik. Az első, decemberben megjelent szám festménye azt üzeni, kell egy csapat. A folyóiratok hátoldala általában semmit mondó, a Pannon Management Review első száma azonban Herendet mutatja be, egy világszínvonalú vállalatot. Mindenki ránéz az első számra, és azt mondja, húha, tehát az a vizuális image, ami ott az első borítón van, az mindenkinek nagyon tetszik. Na most a következő az, hogy erre hivatkozzanak is, tehát a következő feladat, hogy ezt a számot bevigyük a nemzetközi hivatkozási adatbázisok közé, és akkor lehessen rá hivatkozni, és akkor egyre nő majd az újság ismertséget, ez jó pár év. A folyóiratban egyaránt jelennek meg híres, a témában jártas szerzők cikkei és fiatal, még ismeretlen kutatók munkái. A jó újsághoz idő kell, a Pannon Management Review pedig idővel Magyarország egyetlen angol nyelvű menedzsment folyóirataként szakterületének nemzetközileg is jegyzett periodikája szeretne lenni.